Üdvözlöm Önöket! A Tápjó Agóra Alapítvány nevébe szeretném tájékoztatni az érdeklődőket, hogy itt Tápjó vidéken, Szentmártonk át a Tápjószecső Tápjóság, egyáltalán Pest megye Tápjóság területén működő alapítványunk most a Szentmártonk át a külterületen levő erdőségbe és vadászterületen egy kis szemétgyűjtési akciót szervezett. A nyugdíjas klub, a helyi nyugdíjas klub segítségével, támogatásával, de az alapítvány irányításával. Szeretnénk összeszedni itt a mások által elhullajtott, direkt vagy véletlenül eldobott szemeteket. És majd a megfelelő helyre eljuttatjuk. Úgy nézzék ezt a kis videót, hogy az 2022 év és a 2023 év elején ez már a harmadik ilyen akciónk, sajnos nagyon-nagyon sok szemét van erre. Nyilván másfele is, de a mi vállalásunk, hogy ezen a területen fogjuk összeszedni. Köszönjük! Apa, majd te tartod nekem. Én Margithoz megyek. Én még közülök. Hát műanyagot, papír, pelenkát, mert ugye azt is kihozzák. Jó van, de nem. Azért nem kell. Nem ok nélkül járunk. De még amikor nem volt ez az alapítvány, akkor is. Tudod, még tavaly ilyenkor itt volt. Tudod ki az? Német Matyi. Itt volt kint a disznóvágás. Zsolnászki Kálmán bácsi. Károly bácsi meg ő. Zsolnászki Pali. Akkor Pali. Micsoda? Marikának az apja. Nem. Addig még ki nem megyünk, és ha kimentünk, akkor nyugodtan mindjunk. Igen! Lehet. Ja, tele van. Ja, azt nem fogja fölvenni, mert tudod, mit tudunk? Ide kijöntsük. Ahhoz meg kell hajolni. Nem viszi föl. Az a baj, hogy tele van. Tele van. Tele van, viszi. Azért mondtam, vágd főt föl. De hiába van, de meg van fagyva. Arra. Taposjuk össze, hogy vele férjen, hogy
Hát, arra gondoltam. Vágja egyből, látod? Hát nem sokat, nem sokat ér, de legalább nem szakad szét, ezt nem teszem. Ez meg jó, ez meg jó. Tedd. Hát van a problémám. Hát köszönök van az ott. Jó, ennyi, mert... Nem az ott, hogy vigyázz, ne legyen baleset. Jó. Szemlét egy háztartásból. Thank you.
Kihagyta el a melltartóját. Vele van a fagyi. Szerintem igen. Vagy a sarokra vissza kell vinni? A sarokra nem, de... Ott a szakad a párat. Majd egy... Ide hozzá, Juli zsákot. Neked is kellene? Jó. Kemény, mi? Meg hiszem, jó? Szeretném, hogyha... Zsákat alvasz. Na, jó. Fél kézzel. Mi most van? De mi az, hogy? Ja, most nem. Köszönöm.
gyógyszer. Nem tudom, mire van. De akkor minek lehet csak én a kidobja? Nem. De gyerünk téged helyetek. Áron, nem följön el, gondolj! Áron! Olyan sok, hogy... Már megbánja a vadász, hogy ide szedte a szemetet? Ja. Nagyon sok. Itt ezen a részen... Nézd meg, hát az... Ott. Nem érdekes az enyém, ha leesett. Itt a szemét a lényeg. Rendesen vitték a klímából a üvegeket. Még belőle volt egyszer, hogy igen. Nagyon sok ideig nem. Két éve, amikor a tölgyes... Csak az én mamámék a tanyán, ha mindent elküzeltek az üstházba. Hát erre miért nem tüzelik el? Miért hát ide hozzá? Nincsen üstház. Tudod, mint megadtam ki a múltkor? Hogy vidéken van nekik kályhájuk, és kiteszi a karácsonyfát a szemébe. Aha. Hát, azért mondom, hogy olyan a mama mindent eltüzelt. Olyan nincs, hogy eltüzelni vidék ennek a rácsonyfázzal. Ja. Igen. De milyen régiek, hogy nem van már ott rozsdás. Alig bírod kiszedni. Igen, meg ami fém, az már már. Gyűlnek a kupacok, a zsákok. Most már csak fejezzük be. Kupac. Thank you.
Elkapták a farkasok. Elvitték, mert... Hát nehogy már nagy helyet foglaljon. Ezt is. Azt meg hagyni, az már a végén kidobjuk el a útszélünk. Ezek meg nem nézének el, nem rohadnak a műanyagért, azok kell, mint a tájtanak. Már segítek. Nem fér be, meg van fagyva. Szerintem majd a másik zsáknak az aljára tegyük, az összehajtjuk. Tibi, hozzád fér még ez a... Nem. Nem? Gyerekeket még itt is van. De hát... Jó. És... Mehet. Már a tetőre megy. Még itt volt szemetes. Csukd be! Még ez itt megmarad? Meg, ma lassan megyek. Ki ne boruljon. Menj! Beülhetsz.